miközben a naprendszer kialakult, nem került felhasználásra az összes anyag, ami a por és a gázfelhőben volt, és a bolygók mellett kialakultak mindenfajta törmelékek. És a törmelékek egyik fajtája maga az üstökös. És az üstökös vizsgálataival azokat az anyagokat, azokat a viszonyokat ismerjük meg, amelyek a naprendszer kialakulásának időszakában léteztek és uralkodtak. De technikailag rettenetesen nehéz egy üstökössel való találkozást megvalósítani. Az első alapvető nehézség, hogy nem tudjuk, hogy hol van a céltárgy. Az üstökös magát a céltárgyat egy porfelhő veszi körül, és ezért a Földről a pontos helye nem ismert, és nem olyan könnyű ezért megmondani, hogy hova kell menni az űrszondának. A Vega űrszonda műszerei közül nagyon sokat készítettek a magyarok. A KFK-i kutatói építettek egy plazmadetektort, ami a üstökös környékének töltött részecskéit mérte, de a legfontosabb, a legjelentősebb dolog az a televíziós kamera volt, amelyik az üstökös magját a világon először megpillantotta. És a környező országokból, beleértve még a nyugati országokat is, a KFK-i volt az egyetlen hely, amelyiknek használható gyakorlata volt abban, hogy hogyan kell CCD-k segítségével televíziós kamerát építeni, és ezt a tudást kihasználva vállalkozhatott Magyarország, hogy a franciákkal és az oroszokkal együtt építse a televíziós kamerát. Számunkra ez nagy kihívás volt, hiszen komoly műszerrel még nem vettünk részt űrmisszióban, és ez egy olyan ritka alkalom, amelyik majd csak az unokáinknak ismétlődhetett volna meg, ezért egy nagy megbízhatóságú követőrendszert kellett kialakítani. Itt alakítottunk ki egy kettős tartalékolást, amellyel három különböző technológiai elven valósítottuk meg a képfelvevést és a üstökös magjának a követését. Ez a képfelvevő és követőrendszer valósította meg először az űrkutatás történetében azt, hogy fedélzeti képfeldolgozás alapján vezérlés történjék. Ezek alapján meg lehetett határozni az üstökösnek a magjának a nagyságát. Először a Földön az emberek meglátták az üstökös magját, pályaadatját pontosítani lehetett, ez alapján lehetett közelebbi pályára vezérelni az Európai űrügynökség Giotto szondáját, és a japán űrszondának is segítséget adott a pályaparaméterek pontosításához. A KFK-i területén működő Atomenergia Kutató Intézet úgy szintén egy plazmafizikai részecskedetektort készített. Intézetünk is egy fizikusaink számára egy töltött részecske analizátort, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem a fedélzeti adatgyűjtő rendszer fejlesztésében és megvalósításában vett részt. A program összes külföldi résztvevője közül talán a legtöbb műszert magyar tudósok, mérnökök készítették. A héliüstökös magját legelőször a Vega szondák pillanthatták meg, és a Vega szondák voltak azok az úttörők, amik áthatolva az üstököst körülvevő porfelhőn megtalálták az üstökös magjának a helyét, és ezt az információt továbbadták a nagyjából egy héttel később odaérkező Giotto űrszondának, amelyik ezt az információt felhasználva már sokkal közelebbről volt képes megismerni a magot. Magyarország a Vega 1 és Vega 2 küldetésekben a kamerák építésében vett részt.
Ezeket a missziókat méltán nevezhetjük úttörő vállalkozásoknak, mert felhasználtuk a Vega 1 és Vega 2-től kapott információkat a Giotto űrszondához. A 90-es években alapos elemzés után arra jutottunk, hogy 2000 elejéig megvalósítható egy üstökössel találkozó program, és a leszállás is. Rögtön arra gondoltunk, be kellene vonni további nemzetközi együttműködő partnereket. Ekkor találtuk ki a nagyra törő Rosetta nevet. A részleteket fogjuk vizsgálni, amikor eljutunk egy égitesthez, találkozunk vele, keringünk körülötte, és végül le fogunk szállni rá. Két egységből állt, egy üstökös körül keringő űrállomásból és egy üstökös felszínére leszálló egységből. A missziót úgy találták ki, hogy ne csak egy rövid találkozóra kerüljön sor, hanem az üstökösök körül keringő szonda akár két évig is nyomon követhesse, hogy ahogy az üstökös megközelíti a napot, hogyan válik egyre aktívabbá, hogyan szabadulnak fel egyre újabb és újabb anyagok az üstökös belsejéből, a leszálló egység pedig folyamatosan nyomon követhesse a felszínnek az alakulását. Egy üstökösre leszállni nagyon nem egyszerű dolog, sőt, egy üstökös körül keringeni sem, mert az üstökösnek nincs elegendő tömegvonzása ahhoz, hogy maga körül keringve tartson egy űrszondát, és a leszállás is valamilyen lassú lebegést jelent. A Garching Intézet, a KFK-i részecske és magfizikai kutatóintézetét megkereste, hogy tudna-e segítséget biztosítani a központi számítógép fejlesztésére. Az intézet egy kis céget javasolt, amely több munkában már együttműködött a KFK-ival. Intézetünk nem csak a leszálló egységben érdekelt, annak adatainak a feldolgozásában, hanem az üstökös környezetében lévő napszél, magnetoszféra kölcsönhatását is ismerni szeretné, ezért más műszerek fejlesztésében is részt vettünk. Itt látható a földi referencia modell. Ez arra szolgál, hogy teszteljük a repülőlender számára az utasításokat, műveleteket. Ez a repülő példánynak megfelelő azonos méretű modell. Biztonsági okokból elküldés előtt itt a Földön kell tesztelni és ellenőrizni a parancsokat, nehogy hibás utasításokat küldjünk. A lender alapja 850 mm oldalú négyzet, a magassága 640 mm. Amikor a lábai kinyílnak, akkor 2,5 méter átmérőjű. A teljes súlya 97 kg. Az orbiter alapja 2,5 méteres négyzet és 2 méter a magassága. A kinyitott napelemek hossza 32 méter. Az indításkor az orbiter súlya 3 tonna körül van. Ez tartalmazza az A-rendszereket, a tudományos kísérleteket, valamint a pályakorrekciós üzemanyagot. A Rosetta 2014. augusztusától 2015. decemberig együtt repül az üstökössel, és műszereivel folyamatosan nyomon követi azokat a változásokat, amelyek az egyre erősebb napsugárzás miatt következnek be. A keringő egység műszerei távérzékeléssel derítik fel az üstökös mag tulajdonságait. Feltérképezik a felszínét, megmérik a magból kilépő por tulajdonságait, vizsgálják az üstökös plazma környezete és a napszél közötti kölcsönhatásokat. A leszállt egység 20 cm mélységig belefúr a felszínbe, műszereivel a helyszínen elemzi a mintákat. Egy ilyen nagy űrmisszió szervezése sem könnyű feladat, hiszen össze kell hangolni, hogy az egyes nemzetek, az egyes laboratóriumok mit is készítenek, azok megfelelő időben és megfelelő módon kerüljenek egybeépítésre, a rendelkezésre álló idő alatt a teszteket el lehessen végezni, és hát ahogy egy misszió fejlődik, jönnek elő menet közben a problémák. Ennek a
összehangolására minden missziónál létrejön egy vezetőtestület, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennek a vezetőtestületnek 2 éven át én lehettem az elnöke, pont egy olyan kritikus fázisban, amikor a leszálló egységet valójában össze kellett rakni, és szinte naponta kellett avval foglalkozni, hogy az egyes műszerekben felmerülő problémákat, határidőcsúszásokat, a különböző gondokat hogyan lehet elkerülni, hogyan lehet olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik a tudományos célok megvalósítását, anélkül, hogy veszélyeztetnék a műszaki lehetőséget, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy anélkül, hogy veszélyeztetnék azt a kasszát, ami a misszió megépítésére rendelkezésre áll, hiszen bármennyire is izgalmas a tudomány, a pénz nagy úr, és az űrmisszió tervezése folyamán ugyanannyira fontos, hogy a büdzsét ne lépjék túl, mint hogy a célok teljesüljenek. A Philae leszálló egység fog leereszkedni az üstökösre. Ezt mi próbáljuk elsőként megtenni az űrrepülés történetében. A kölni irányítóközponttal fogunk szoros együttműködésben dolgozni, és együtt térképezzük fel az üstököst, együtt választjuk ki a leszállóhelyet. A lander egyik központi része a fedélzeti számítógép, amit Magyarországon fejlesztettek és készítettek el. Ez vezérli az összes többi egységet és berendezést a leszállóegységen. A magyar csapatra kemény munka vár a leszállás tervezési fázisában és a leszállási szakaszban. Egy közös dobozban nyertek elhelyezést a központi elektromos egységek, a számítógép, mely a KFKI segítségével készült. A tápellátó rendszer a BME fejlesztése. Ezen kívül van néhány hőmérséklet szabályzó egység is ebben a dobozban. Ezeken kívül van még néhány alrendszer, amely az orbitertől való szétválást biztosítja, valamint a leszállást vezérlő egységek. Ebben a szobában a Philae lander, vagyis a leszálló egység, üstökösre leszálló egység szoftver szimulátorát látjuk. Ez tulajdonképpen egy mini számítógéprendszer, ami alkalmas arra, hogy a leszálló egység elemeit, vagyis a tudományos műszereket, és a fedélzeti szolgálati rendszereket, hardvereket szimuláljuk. Ez a rendszer alkalmas arra is, hogy a leszálló egység környezetét is szimuláljuk, tehát például a teljesítményviszonyokat, a hőmérsékleti viszonyokat, egy komplex hőmodellet beépítve ebbe a számítógéprendszerbe, amelyik alkalmas arra, hogy a leszálló egység minden részén a hőmérsékletet szimulálja, a szenzorok felé továbbadja, hogy ennek megfelelően a számítógép működése, illetve a leszállóegység működése egy valósághűen modellezhető legyen. Ezen túlmenően alkalmas arra is, hogy az égi mechanikai viszonyokat is szimuláljuk. Tehát lehetőség van itt erre a napfelkelte, a naplemente szimulálására. És ezen túlmenően lehetőség van még itt arra is, hogy a rádió kapcsolatot, illetve a rádió kapcsolat minőségének változását az időben szimuláljunk. Itt arra kell gondolni például, hogy az orbiter egység, tehát az anya űrhajó, az az üstökös körül kering, és hát a rádió kapcsolat minősége, ez a keringéstől függően változik. Ez a rendszer magát a leszálló egységet, a környezetét és egy komplex szimulációt nyújt. A legnagyobb kihívások közé tartozik az a rettenetes hideg, ami egy üstökös felszínén van. Abban a távolságban, ahol az űrszonda leszállni fog majd az üstökösre, a felszíni hőmérséklet mínusz 180 fok körüli, és ilyen hidegbe elektronikus egység bizony nem működik könnyen. Ezért az űrszondának van egy ilyen kis meleg szobája, amit fűtenek és próbálnak megfelelően szabályozni, hogy a műszerek képesek legyenek bekapcsolódni. Bizony nem volt könnyű ennek a hőháztartásnak a megtervezése sem. Magának az űrszondának a lábait kipróbálni a földi gravitáció körülmények között lehetetlen volt. Nagyon bonyolult hinta mechanizmusokkal próbáltak olyan helyzetet teremteni,
ami hasonló lehet az űrbeli körülmények között, majd meglátjuk. A misszió évtizednél hosszabb időtartama különleges megbízhatósági követelményeket támaszt. Ezért a műszerek sokféle földi ellenőrzésen próbán estek át. Rázóasztalon szimulálták a rakétaindítás okozta hatásokat. Az űrbéli vákumhoz hasonló körülményeket állítottak elő egy hatalmas kamrában. Ebben a hőmérsékletet is széles határok között változtatták. A Lander csoport igen nagy. Ez a küldetés nagyon hosszú idejű. Ezért úgynevezett tudásmegőrző központokat alakítottunk ki Európa szerte, Kölnben, a DLR-ben, Lindauban, a Max Planck intézetben, a budapesti KFK-iban, és végül, de nem utolsó sorban, Toulouse-ban, a CNES-ben. Elsődleges feladatunk összegyűjteni az egyes alrendszerek fejlesztői részéről felmerült igényeket. Ezután mindent összevetve hozzuk létre a műveleti tervet. Létrehozzuk és ellenőrizzük az úgynevezett földi ellenőrző referencia modellen, amely szintén itt Kölnben van. 2003. januárjában minden készen állt az űreszköz indítására, de az Ariane hordozó rakéta műszaki bizonytalanságai miatt a startot elhalasztották. Az indításra végül 14 hónappal később került sor 2004. március 2-án reggel. Egy Ariane 5 rakéta sikeresen a magasba emelte a Rosetta űrszondát Kourouban, Francia Guyanában. Az üstökös kutatószonda megkezdte hosszú útját, hogy 2014-ben találkozzon a Churyumov-Gerasimenko üstökössel. A program módosításához egy új célpontot kellett keresni. Két orosz csillagász, egy férfi és egy nő, Churyumov és Gerasimenko által felfedezett üstökösre esett a választás, amelynek nagyjából a pályája, a mérete, a viselkedése az a Virtanen üstököshöz hasonló volt. Először is el kell érnünk az űrszondánkkal ezt az üstököst. Ehhez megfelelő sebességet kell elérni. Azért tart ilyen sokáig ez a misszió, mert fel kell gyorsulnunk az üstököst elérni képes sebességre. Az üstökös messze van tőlünk, és a sebessége is nagyobb a miénknél. Úgy alakítjuk ki a pályáját, hogy úgynevezett hinta manőverrel elröpülünk néhány bolygó, például a Mars, és háromszor a Föld mellett is. De ez a 10 év a fejlesztők részére nem tétlenség időszaka, tehát a leszállás folyamatának, a felszínen való működésnek a finomítását a szoftverben folyamatosan javítani kell. A 10 év alatt néhány évig ki lesz kapcsolva, hibernálva lesznek a műszerek. Meg kell őriznünk az összegyűlt tudást. A szonda tervezői a 90-es években voltak kapcsolatban a projekttel. Azt 2014-15-ben nagyrészt mások fogják működtetni. Itt képezzük ki az új embereket az űrszonda viselkedéséről. A repülés közbeni tevékenységek mindegyikét előbb ezen a tesztberendezésen próbáljuk ki. A hosszú űrutazás során számos különböző beállításban, üzemmódban kell használnunk az űrszondát. Úgynevezett hibernációs, mélyalvásos működési módokba állíthatjuk be a szondát. Ekkor műszereinek legtöbbje kikapcsolt állapotban van, és magára hagyva repül az univerzumban. Minden földi beavatkozás nélkül. Ez a hibernációs fázis 2014 elején véget ér, amikor a szonda magától felébred a pálya azon pontján, amikor már elég közel lesz az üstököshöz. Kisebb teljesítménnyel kezdi el megközelíteni azt, és lassan mind közelebb kerül hozzá. Ekkor kezdjük meg a megfigyelést. Megfigyeljük az üstökös környezetét. Nem tudjuk előre, hogy gravitációjával milyen erősen fogja vonzani az űrszondát. Az elkövetkező hónapokban tovább tanulmányozzuk az üstökös környezetét egészen 2014 novemberéig. Ekkorra tervezzük a Lander leszállását. A leszálló egység az űrszonda keringő egységének hátán helyezkedik el, amit az önálló egységként fog lebocsátani.